Folytassuk is a délelőtt műsorát, méghozzá Kovács Gergely, a Mindszenti Alapítvány posztulátorával. Szervusz, Isten hozott. Krisztus feltámadt, halleluja! Valóban feltámadt. Itt szeretném egy idézettel kezdeni, méghozzá a Szentírásból, a római levélből, Pál rómaiakhoz írt leveléből. Azt olvashatjuk, hogy a keresztségben ugyanis eltemetkeztünk vele együtt a halálba, hogy miként Krisztus az Atya dicsősége által feltámadt a halálból, úgy mi is az élet újdonságában járjunk. Mert ha a halálnak hasonlóságában egyben öttünk vele, úgy leszünk a feltámadásban is. És azt gondolom, hogy itt a 20. század magyar boldogairól, szentjéről beszélünk, gyakran elfelejtjük, hogy a vértanúság az nem az utolsó lépés. És itt talán pont itt nagyon fontos a vértanúinkról ilyenkor, vagy a szentjeinkről ilyenkor megemlékezni. Ugye nem csak beszéltünk itt fehér mártírokról is, akik ugye hát nem haltak vértanú halált, de minden egyes nap az Isten akaratát követték. Hogy arról megemlékezni, hogy ők nem csak hogy meghaltak, de hogy valóban feltámadnak majd egykor Krisztusban. Igen, és ez nagyon fontos, mert enélkül nincs vértanúság, meg a 20. századnak egyébként tényleg megtapasztalhattuk azt a valóságát, hogy a hitvallók is vértanú sorsúak sokszor, fehér vértanúk. Sőt, a 20. századnak van egy harmadik szent típusa, idézőjelben az életfelajánlók is. És ezek mögött mind-mind valóban a feltámadásnak a valódi hite és bizalma kell, hogy legyen, különben nincs. Ez egy nagyon érdekes tapasztalat a 20. században is, hogy azért megtapasztalhattuk azt, hogy tudjuk, hogy a vértanúság egy ajándék, de ahhoz, tehát ezt az ajándékot el is kell tudni fogadni, és ezt nem tudja mindenki elfogadni. Ugyanúgy, ahogy az ősegyházban sem. Tehát vannak, akik el tudták fogadni, és tudták vállalni, vannak, akik nem. És szerintem ez mind a kettő nagyon tanulságos számunkra, mert én úgy érzem, hogy az a különbség a kettőnk között, ugye mi meg ilyen kényelmes székből pláne nem tudjuk, hogy mit tennénk egy ilyen helyzetben. Nagyon könnyű, sokszor elfelejtjük, igen. Ugye? Igen, igen, igen. És én szerintem ez alapvetően azon múlik, hogy tényleg hisszük-e a feltámadást. Nem véletlenül, hogy Szent Pál azt mondja, hogy ez a hitünknek a sarokpontja, és hogy ezt elimádkozhatjuk, hiszek egyben naponta, hetente, de hogy igazából az ilyen helyzetekbe dől el, hogy valóban a bizalmunk a hitünk, mert ez egy bizalom. Tehát tényleg egy olyan hit, hogy a halál nem az utolsó szó, nem a vég. Egyébként ebből a szempontból szerintem nagyon fontos az, hogy ezt valamilyen módon megtapasztaljuk. Tehát azt, hogy egy konkrét személyen keresztül, hogy a halál nem a vég. Ez a tapasztalás szerintem nagyon fontos ahhoz, hogy az ember elhiggye, mert nagyon érdekes, hogy a gyerek az nem fél, meg nincs veszélyérzete, nincs halálfélelme. A gyerek szentek például hihetetlen, hogy ilyen természetességgel gondolnak a mennyországra. Egyébként a gyerek halottakkal kapcsolatban is a kérdéseiken, hogy átjön, hogy mit játszanak ott, mi van ott, mi nincs ott, hogy van, mint van. Fogalmuk sincs, hogy a felnőttek miért tartanak tőle. Szerintem rászocializáljuk őket a halálfélelemre bizonyos értelemben, és ezért aztán nagyon fontos, hogy a hitünkben, a személyiségfejlődésünkben el tudunk-e jutni arra a pontra, hogy visszajön az a gyermeki bizalom, szerintem az Úr Jézus részben erre gondolt, amikor erre utalt, hogy visszajön az a bizalom, hogy tényleg nem a halálé az utolsó szó, és ez kell a vértanúsághoz is. A vértanúságot, mint hogyha mostanában kicsit egy ilyen utolsó mencsvárként fognánk fel, hogy ha én hedonista, kifejezetten nem önmegtartóztató életet éltem, akkor majd vértanú halált halok. De talán itt elfelejtjük azt, hogy azok a boldogok, szentek, ők azért ők már előtte is készültek, ha nem is tudatosan. De emlékszem, hogy egy íratjával, amikor beszélgettem, mondta, hogy ha egyszer az a pillanat eljön, akkor arra bizony el kell kezdeni felkészülni, mert ha minden nap nem mondom, nem újítom meg az igenemet, akkor mi arra a garancia, hogy majd akkor képes leszek rá? Ez a hozzáállás nagyon hasonló ahhoz, mint hogy a keresztség eltöröl minden bűnt, úgyhogy a keresztséget halogassuk csak az életünk igen. végére, és akkor, de hát ezt az egyház azért mindig kárhoztatta, mert azért ez visszaélés a szentséggel, és a vértanúság kapcsán pedig tényleg az a tapasztalatunk, hogy tehát ez nem csak úgy az ölünkbe pottyan az égből, bár ajándék tényleg a vértanúság, hanem hogy nagyon szép megnézni Apor Vilmost, a vértanúinkat, hogy hogyan készültek rá az életükkel, a lelki pásztori, a főpásztori szolgálatukkal, az együttérzésükkel, a szolidaritásukkal, az üldözöttek melletti kiállásukkal. És nem véletlen, hogy a hitvallóinkat is sokszor vértanú sorsúnak látjuk, mert Mindszenty Bíboros sorsában is, hát ez nem csak a szenvedésén és az áldozatvállalásain keresztül egyértelmű, hanem az élethez való hozzáállásában. Tehát azt gondolom, hogy itt nagyon fontos, hogy az élethez való hozzáállásunk milyen,
Mert az élet is egy ajándék, nem csak a vértanúság, sőt az élet az a nagyobb ajándék, amit egyébként mindnyájan megkapunk. És akkor, hogy ebben hogyan élünk, ez nagyon nem mindegy. Egyébként a normál halálunk szempontjából se szokták abszolút mondani, nem, hogy igen, olyan a halálunk, mint az életünk. Ebben olyan szempontból azt hiszem, hogy van igazság, persze ez nem rajtunk múlik és változhat sok tekintetben, de azért az, hogy ez a bizalmunk, ez a hitünk, hogy alakul, a kapcsolataink, ugye a halálos ágyakon általában azt szokták legjobban bánni az emberek, hogy kevés időt, energiát fordítottak a kapcsolataikra. És ugyanígy akár az Isten kapcsolatot is mondhatnám. Tehát, hogy nagyon fontos az életünk a halálunk szempontjából, és fontos a halálon túli életünk szempontjából, az örök életünk szempontjából is. Igen. Ha már itt megemlítettük Boldogapor Vilmost, Salkaházi Sárát, de említhetnénk itt Brenner Járus, csupa olyan szemét, aki vértanú, tehát konkrét vértanúkról. De azt gondolom a hitvallóknál, és ezt te is itt említetted, hogy itt az élethez való hozzáfordulás. Nekem az egyik nagy kedvencem, sőt azt gondolom, hogy mostanában már azt is szoktam mondani, hogy a kedvenc szentem, hát mi nem szent, de Boldog IV. Károly. Hát az ő élethez való hozzáállása talán akkoriban kevesen akarták annyira, hogy ez az első világháború véget érjen. És ő volt az első között, aki látta ennek a hihetetlen értelmetlenségét. Igen, és nagyon érdekesek itt az előzmények, és nagyon érdekes, hogy hogyan alakult az életútja. Mert az előzményekhez hozzátartozik, hogy egy nagyon nehéz családi gyerekkora volt. És ez nagyon szép, hogy ezekből a hiányokból, szeretett hiányokból, ezekből benne pont, hogy nem mondjuk egy megkeseredés, vagy egy ilyen az életet kihasználó, önző életvitel fakad, hanem pont, hogy egy ilyen érzékeny, empatikus, a mások szenvedéseire nagyon nyitott lelki világ. És hát ő a kezdet-kezdetétől ellenezte az első világháborút, de volt egy markáns pont, amikor egyszer az első vonalakba, ő nagyon sokszor bement az első vonalakba. És egy katonáról beszélt. Igen. És ő járta frontot már trónörökösként is. Mint egy lovag király. Igen. Csak milyen szép, de örülök, hogy ezt mondod, mert hogy a lovag király az nem csak az, aki az élen lovagol és vezeti a harcot, hanem az is, aki enyhíti a szenvedéseket, vagy megmenti a szűzlányt, mint Szent László. Tehát, hogy a lovagiasságnak azt a részét tudta Károly király is nagyon szépen gyakorolni, ami aztán, ahogy látta azt a szenvedést, pusztulást, embertelenséget, a háborúnak a borzalmait, amit a katolikus egyház már akkor is elítélt, most pedig 100%-osan elítél, ez nagyon-nagyon fontos, hogy a katolikus egyház tanítása milyen szépen megért arra, hogy a háború nem elfogadható megoldás, mert gyűlölet, pusztítás, gyilkosság, és Károly király ezt úgy nagyon a sajátjává tette. Átélt tapasztalatokból forrásozóan, és ezért lett békevágyú uralkodó, aki kockáztatva a presztízsét, a trónját, mindent megtett a békéért, ez nem sikerült, és aztán nagyon szép, hogy ebből forrásozik aztán az életének az utolsó évei, hogy felajánlotta életét a népeiért, ha már uralkodóként nem tudta őket szolgálni, mert hogy száműzték, és ezt a felajánlást a Jóisten elfogadta, és nagyon fiatalon, 35 évesen Madeira-szigetén, 100 évvel ezelőtt elhunyt. Igen, és a Károly királyról még, ami folyamatosan mindig eszembe jut, az az, hogy egy-egy királyról azt mondták, hogy neki könnyű. Tehát minden adban volt. Tehát egy komoly önfegyelme volt. Érdekes, az elején azt olvashatjuk az ő életrajzában, hogy nem volt ő azért annyira fegyelmezett, de hogy később, ahogy a katonaság valahogy mégiscsak. Lehet, hogy ez a katonaság, amikor mondják az idősebbek, hogy na, ennek a férfinak katonaság, hát van benne valami. Mindenesetre Károly király, ő a kaszárnyában aludt a katonákkal, amikor meglátogatta őket. És talán nem is véletlen, hogy aztán második János pápának az édesapja, hát az ifjú Károlyt róla nevezi el, hiszen egy volt közülük Károly király. Igen, viccesen még fő Károlynak is hívták, kicsit a főhercegségére utalva, de hát ő nagyon nem az uralkodói vagy a uralkodói családi létnek, nagyon nem az előnyeit tapasztalta már, ugye mondtam, a gyerekkora nagyon nehéz volt, de utána ugye nagyon szörnyű események nyomán lett ő közvetlen trónutód, őt nem erre nevelték, tragikus események nyomán, és hát akkor ott az első világháborús körülmények, amiben ő valóban teljesen részt vállalt, és ebben nagyon fontos partnere volt Zita királyné, akivel egy nagyon gyönyörű szentségi házasságot is éltek, tehát hogy ők vállalták azt, hogyha első világháború van, akkor osztoznak a katonatársak sorsában, uralkodóként vállalta azt, hogy nem a fényűző udvari életet éli, azt, hogy az élelmiszerkészleteket megosztja a rászorulókkal, korlátozza ezeknek a fényűző, vagy akár csak az átlagosnál több fogyasztását. Ezt előírta egyébként az egész Habsburg család számára, tiltotta az egész Habsburg család számára, hogy nyerészkedjenek a háborún, mert a háborúnak mindig meg
megvannak sajnos a haszonélvezői, és ezáltal a folytatásának a szorgalmazói. Tehát, hogy nagyon szép az, hogy az ő életében ez annyira kisugárzik, és a tetteiben mutatkozik meg, és minden téren, az apró dolgokban is, meg a nagyobb dolgokban is. A manifestumai, tehát neki ugye nincs mondjuk egy írásbeli hagyatéka, de a manifestumai, hogy például akkor gyakorol politikai közkegyelmet, amikor a születésnapja van az ő elsőszülött, és nagyon szeretett fiának. És akkor erre utal, hogy... És egyébként akkor nagyon nagy reménységet is tápláltak nagyon sokan a fiatal uralkodóba is, meg a kis Habsburg-Ottóba, hogy talán ez egy nagy megújulásnak a lehetőségét hozzá el a monarchia számára. Tehát, hogy akkor sokan naívként tekintettek rá, de azért kicsit olyan uralkodóról beszélünk, aki hihetetlen mennyire erényes volt. És azt gondolom, hogy ez fajta üzenet is számunkra, különösen itt a feltámadás ünnepén, hogy ezt a hármas szerzetesi fogadalmat, azt ugye szokták mondani, hogy nincs idő imádkozni, nincs idő erre arra, de azért azt a hármas szerzetesi fogadalmat, ugye szerénység, tisztaság, engedelmesség, hát ezt a házas életben is ugyanígy lehet gyakorolni. És azt gondolom, hogy a vértanúsághoz, a fehér mártírsághoz, hát elengedhetetlen. Nagyon magas ideájai voltak, eszményei, és nagyon szép az, amit egybehangzóan az ő szentoltási eljárásában, de most azt lehet mondani, az emléke tisztelete is, akik igazán ismerik őt, akik igazán veszik a fáradtságot, hogy megismerjék, azok látják benne azt, hogy persze, ő kudarcot vallott, ő egy sikertelen uralkodó, nem nagyon volt mit tennie abban a történelmi helyzetben, de, és ez a legfontosabb, egyrészt egybehangzóan mindenki azt úgy gondoljuk, hogy ha ő neki egy nyugodtabb történelmi helyzet adatik, nem egy háborús korszak, akkor fényes uralkodója lehetett volna a monarchiának, és éppen az eszményei miatt. És a másik, amit nagyon fontosnak tartok, hogy ő nem sikertelenül halt meg. Habsburg Ottó a fia tanúja volt az ő haláltusájának, és pont erre utaltunk az elején. Habsburg Ottónak megvolt az az élménye, hogy milyen az, amikor valaki nem a végállomásnak tekinti a halált, és milyen az, amikor valaki a lelkiismerete előtt nyugodtan megáll, hogy ő minden tőle telhetőt megtett, a kapcsolatai rendben vannak, és nagyon szép, hogy Habsburg Ottó leírja, hogy ő látta, hogy az apja boldog, az ő élete teljes, a rövid élete is teljes. Annak ellenére mindentől, minden vagyonától megfosztották. Mindentől. Tehát földi értelemben sikertelennek tűnhet, Boldog Károly király nem így halt meg, nem sikertelen emberként, hanem családi körben az eukarisztiával készülve a Jóistennel való találkozásra. Tehát az ő eszményei nem mentek kárba, azért mert a monarchia szétbomlott, és azért mert ő a trónját elvesztette, az ő eszményei nem mentek kárba. Igen. Manapság arról beszélünk sokszor médiában, katolikus keresztény médiában, hogy hát a keresztényeket üldözik, most egy másfajta üldözésről beszélünk, de most is. És nemrégiben Rómában jártam a Szent Kalixtus, remélem jól ejtem ki a nevét, pápának a katakombájában, és olyan érdekes volt ezt megtapasztalni, hogy kicsit úgy erőt meríteni ugye a vértanúk példájából. Hogy mi, itt van egy rengeteg vértanú, boldog előttünk, szent életű magyar. Mi az, amit tőlük tanulhatunk, akár a feltámadásról, akár a kereszt dicsőségéről, mert mégis egy dicsőséges kereszt halálról beszélünk. Egyrészt az üdvösség biztos reményét, hitét és bizalmát, amit a Jóistenhez kapcsolódva és az Isten kapcsolatunk keretében tudunk mi is ápolni. Ami azt jelenti, hogy foglalkozhatunk ezzel, nem kell, hogy tabu téma legyen. Tehát például ez az egyik. A másik, ami szerintem nagyon fontos, hogy akár az ősegyházban, akár a 20. században, persze maga a vértanúság és ezek az életáldozatok, életfelajánlások, akár Károly király tragikus halála, ezek is megtermékenyítették bizonyos értelemben a közösséget. De még inkább megtermékenyítették ezeknek az embereknek az életörökségei, életpéldája. Tehát, hogy mi akkor teszünk, azt úgy érzem, Krisztushoz kapcsolódóan jót, hogyha az életre koncentrálunk. És a kereszténységnek is a mustármagjára, a kovászára. Nem baj, ha kevesebben vagyunk, nem baj, ha halkabb a szavunk. Az a halk szó, az sokkal fontosabbá válhat, mint a hangos szavak. Tehát én egyáltalán nem féltem a kereszténységünk jövőjét sem, hogyha ezt mi tudjuk élni, akkor ez a társadalom számára, bármely társadalom számára is fontos lesz és fontos marad. A lényeg, hogy ezt hitelesen éljük. És akkor ez kovászként valóban megtermékenyíti a társadalmat. Nekünk nem hiszem, hogy azzal kellene foglalkoznunk, hogy a kereszténységre milyen veszélyek leselkednek, mert nekünk elég biztos támaszunk van.
Tehát, hogyha Istenben bízunk, akkor nekünk nem kell félnünk. És rábízhatjuk nyugodtan a Jóistenre a kereszténység ügyét vagy sorsát, és esetleg koncentrálhatunk a saját életünkre, kapcsolatainkra, akár nem csak a magunk között, a testvérekkel, hanem a nem hozzánk hasonlóan gondolkodók, érzők, másmilyenek, akikkel Krisztus is foglalkozott az életében. Tehát nekünk ez egy fantasztikus példa, hogy legyünk párbeszédenben, legyünk megszólíthatóak. Szólítsuk meg mi is azokat, akik másként gondolkodnak. Ne azzal a missziós szándékkal, hogy hú, most akkor két perc alatt térítsük meg őket, hanem egyszerűen ismerjük, értsük meg őket, próbáljuk őket elfogadni és szeretni. Ez fog hatást gyakorolni, és semmi más. És akkor ebben az esetben én nagyon nem féltem a kereszténységünket, mert akkor pontosan, hogy átjárja a húsvétnak az öröme, a feltámadásnak a tudata, ami egy nagyon nagy félelem nélküliséget is okoz bennünk. Tehát, hogy nekünk nem kell félnünk. Így van. Hát azt gondolom, ez a legjobb üzenet itt erre a fényes hétre, hogy ne féljetek. Szent II. János Pál pápa is ezt mondta, de hát még annál is fontosabb személy, maga Jézus Krisztus. Kovács Gergely, Mindszenty Alapítvány posztulátora, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál velünk. Szép napot!